Legalább 23 újságírót tartóztatott le a terror elhárítás Törökországban. Az összehangolt akció során őrizetbe vettek, mindannyian egy befolyásos török hitszónokhoz közel álló médiumokban dolgoznak. Fethullah Gülen korábban Erdoğan elnök egyik legfőbb szövetségese volt, de túlzott hatalma miatt megromlott a viszonyuk. Erdoğan szerint a sajtóhálózat az ő megbuktatására szövetkezett. Összehangolt, több városra kiterjedő akció során csapott le a török terrorelhárítás több szerkesztőségre. A Zaman újság és a Zaman Jalu nevű országos televízió Fethullah Gülen érdekeltségébe tartoznak, aki egy befolyásos muzulmán hitszónok, és nem mellesleg Erdoğan elnök egyik legfőbb politikai ellenfele. A razzia hírére tüntetést szerveztek az egyik isztambuli szerkesztőség irodája elé. Jelszavuk az volt, a szabad sajtót nem lehet elhallgattatni. Ez szégyen Törökország számára. A 21. században egy olyan média csoport, amely több tucat tévécsatornát, magazinokat, rádiókat és weboldalakat működtet, ki van téve egy ilyen eljárásnak. Mi közvetítünk külföldi országokban is, és ezek a jelenetek szégyent fognak jelenteni, mondja a szintén letartóztatott Zaman Jalu média csoport ügyvezetője. Megszólalt az ügyben a török elnök is, aki azt állítja, a hatóságok egy olyan hálózatra csaptak le, amely az ő megbuktatására esküdött össze. Fethullah Gülen az elnök 2002-es hatalomra kerülésekor még egyik legfőbb szövetségesének számított. Az Egyesült Államokban élő Gülen egy olyan iszlám vallási mozgalomnak a vezetője, amely számos iskolát működtet országszerte. Török ellenzéki források szerint Erdoğan tavaly azért lehetetlenített el korábbi szövetségesének hálózatát, mert attól tartott, hogy az túl nagy hatalomra tett szert. Válaszul Gülen korrupciós botrányt robbantott ki, amelynek hatására négy miniszter kényszerült lemondani. Erdoğan az elmúlt egy évben azon ügyködik, hogy megtisztítsa a közéletet és a kormányszerveket régi barátja embereitől. A hírek szerint ennek része a szombati razzia is.